milyen jellegű veszélyeknek vagyunk mi kitéve a kibertérben? Hát a kibertér az egy vadnyugat egyébként, ha például adathalász e-mailt kapsz, és akkor megpróbáljuk az adataidat ellopni. Hogy néz ki, tehát hogy mi az, amiről felismerhető? Igazából azt kell mindig ezeknél az üzeneteknél vizsgálni, hogy mennyire valóságszerű ez az egész. Szomorúan sok csomagrendeléses csalás van SMS-ben, e-mailben, borzasztó. Én meg egyébként, én megmondom őszintén, a banki oldalra is kifejezetten csak olyan bankkártyaadatot adnék meg, ami folyamatosan kontrollálható. Tehát én csináltatnék egy webes kártyát, vannak úgynevezett egyszer használatos kártyák is, amik az a lényeg, hogy beírod a bankkártyának az adatát a fizetési felületbe, megtörténik a tranzakció, és az a bankkártya azonosító soha többet nem lesz használható. Mit tegyünk akkor, hogyha csalás áldozatai lettünk? Tiltsuk le a bankkártyát, ne érjen minket több kár. Ez a legfontosabb. Utána pedig nyilván kárértéktől is függ, rendőrségi feljelentést kell tenni. Akkor használjunk nagyon hosszú jelszavakat, és minden oldalra valamilyen egyediséget azért tegyünk bele ebbe a jelszóba, amit még azért képesek vagyunk megjegyezni. Exponenciálisan nő a jelszó feltörési idő a jelszónak az összetettségétől és a hosszától. Tehát, hogy milyen típusú karaktereket használunk, szám, betű, speciális karakter, illetve milyen hosszú, 1, 5, 10, 20 karakteres jelszó, ez exponenciálisan nő a jelszó feltörési idő. Percekben, vagy órákban, vagy hónapokban érhető. Nem hónapban, évtizedekben. Tényleg? Persze. Sziasztok! Talán nincs is az országban olyan ember, akit ne próbáltak volna még különböző számítógépes vagy telefonos csalásokkal megtéveszteni, átverni. Ezek célja elsősorban a pénz szerzése, de egyre gyakrabban adataink megszerzése is fontos számukra, amelyekkel visszaélhetnek, vagy éppen zsarolhatnak minket. A jól képzett csalók ellen rendkívül nehéz a védekezés és a küzdelem, de ahogyan Marsi Tamás, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet főosztályvezetője elmondta, a leggyengébb láncemek még mindig mi felhasználók vagyunk. Hogy mit tehetünk a kiberbűnözők ellen, hogy ismerhetjük fel, hogy éppen egy csalás áldozatai vagyunk, arról beszélgetek a korábban etikus hackerként is ténykedő szakemberrel. Mindezek előtt ismerjük meg őt. Marsi Tamás 2013 óta dolgozik az NKI-nál, azaz a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnél és elődjénél. Eleinte incidens kezelés különböző szintjein szerzett tapasztalatot, majd két nagy IT-biztonsági rendszer fejlesztésébe kapcsolódott be. Ezt követően az újonnan alakult eseményészlelési területért, most pedig a kiberbiztonsági trend elemző és tudatosító tevékenységért és csapatért felelős. 2020 óta az első állami szerv által indított Kibertámadás podcast házigazdája. Kedves Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Hát rengeteg kérdés merül már most fel, amelyeket majd igyekszem is feltenni neked az elkövetkező 30-40 percben, de mielőtt a kibertér védelméről és a kibervédelemről beszélnénk, azért tisztázunk néhány fogalmat. Maga a kibertér fogalma az mit jelent? Hogyan lehet definiálni? Üdvözlök én is mindenkit. Hát nem könnyű definiálni, és én most nem is szeretnék ilyen jogszabályokból idézgetni meg ilyenek, mert annak nem sok értelme van. Laikusok számára hogyan tudnád elmondani? Igen, hát tulajdonképpen minden, ami fent van az interneten, az tulajdonképpen a kibertérnek a része. Ez egy összekapcsolt hálózat tulajdonképpen az egész kibertér, ami ott zajlik, az mindebben a kibertérben értelmezhető. Ami tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy nem a valóság, tehát nem a fizikai valóság, hanem egy ilyen virtuális dolog, de mégis ott van és jelen van. Hogy még inkább egy picit érzékeljük ennek a jelentőségét, akkor az életünk hány százaléka zajlik a kibertérben? Hú, hát ez embere válogatja, valakinek több, valakinek kevesebb. Szerintem a kibertért inkább úgy érdemes elképzelni, hogy ez egy nagy tér. Tehát ugye vannak az országok, vannak a kontinensek, nem tudom, világűr, és a kibertér meg úgy teljesen egybe van. És nincs még egy ilyen tér, ami ennyire egybe lenne, mint a kibertér. Ugyanaz a kibertér van Ausztráliában, mint Magyarországon, meg az Egyesült Államokban, hogy most három távoli pontot mondjak, és ezek egymást elérik. Hogy mindenki mennyit van jelen a kibertérben, ez egy saját döntésnek a következménye, de egyébként egyre jobban afelé tolódik el a világ, hogy az online jelenlétünk igenis meghatározó lesz. Online tudunk ügyet intézni, home office-ban vagyunk, azon keresztül
keresztül tartjuk a kapcsolatot a barátainkkal, azon keresztül dolgozunk, azon keresztül rendeljük a különböző dolgainkat meg. Elég sok mindent el lehet most már intézni a kibertérben. Hát ugye, ha csak ezeket említetted, akkor már tényleg kijelenthető, hogy azért életük jelentős része és nagyon fontos része, hiszen ugye banki utalásoktól kezdve a home office, ahol szintén ugye bizalmas információk áradata zajlik, azért ott van ebben a térben, ezért rendkívül fontos ennek a térnek a védelme, és akkor erre természetesen rá fogunk kanyarodni, de akkor még egy-két fogalmat, és egy picit személyes vizekre engednek, hogy evezzek. Ugye amikor olvastam az életrajzodat, akkor láttam azt is, hogy etikus hackerként ténykedtél. A hacker fogalma, mint olyan, az mindenki számára ismert, de azt általában a kriminalisztikával szokták így összevonni. Az etikus hacker az mit jelent? Az etikus hacker ugyanazt csinálja, mint egyébként azok a hackerek, akiket gonosznak gondolunk, és felveszik a csukjájukat, és éjszaka a gép előtt ülve próbálják meg feltörni a rendszereket. Egy óriási nagy különbség van, hogy nekik erre van engedélyük, hogy meghekeljék ezeket a rendszereket, és az a céljuk, hogy feltárják azokat a hibákat, amiket aztán a fejlesztők vagy a rendszernek a tulajdonosa később ki tud javítani. Ez azt jelenti, hogy akkor egy etikus hacker tulajdonképpen felkészültebb, mint maga a rendszer alkotója? Nem feltétlenül, más aspektusból vizsgálja, ugye, mert teljesen más egy rendszert létrehozni, meg más azt biztonsági szempontból elemezni, kihívások elé állítani. Ez két különböző műfaj. Tulajdonképpen neki van egy olyan eszközkészlete, meg egy olyan tudása, ahol a gyenge pontokat viszonylag könnyen és nagy biztonsággal meg tudja állapítani, megpróbál behatolni ebbe a rendszerbe, megpróbál kárt okozni, de nyilván ezt jó szándékkal teszi, van neki egy szerződése, van neki felhatalmazása, és az még egyszer mondom, az a célja, hogy ez a rendszer jobb legyen, biztonságosabb legyen. Tehát azt a hibát, amit egy etikus hacker megtalál, már a hacker, a fekete kalapos hacker már ne találja meg. Az már ki legyen javítva, mire a rendszer élesbe áll. És akkor most egy picit provokatív kérdés, hogy lesz egy ilyen tudással bíró szakember, mint te, etikus hacker, hiszen, ugye, és tudom, hogy ez egy törvénytelen dolog lenne a hackerként való ténykedése, akkor tulajdonképpen itt csak egy szándék az, ami megkülönböztet téged, meg a gonosztevő hackert. Nézd, a gonosztevő hacker adatokat is pénzt szeretne szerezni. Tehát az már gyakorlatilag már kiberbűnözőnek is nyugodtan mondhatjuk. És az etikus hacker? Az etikus hacker a fizetését fogja megkapni, és egyébként meg az információbiztonság vagy az IT biztonság iránt elkötelezett emberről is, egy viszonylag magas tudású emberről beszélünk. De igazából a rendes hacker, a gonosz hacker is magas tudású ember, csak a célját bűncselekménnyel éri el. Itt pedig nem kell bűncselekményt elkövetni, hanem még fizetnek is neki azért, hogy megtalálja a gyenge pontokat a rendszerekben. És ugye 2013 óta, te pedig már a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnél dolgozol, amit tulajdonképpen állami szinten látja el a kibervédelmet, akkor ezt az intézetet, vagy ezt a szervezetet is kérlek szépen egy kicsit helyezzük el a palettán. Igen, hát a Nemzeti Kibervédelmi Intézet az az operatív kibervédelem letéteményese ma Magyarországon. Három legfontosabb tevékenységét tudok neked elmondani. Az egyik már ismerős lesz az előző kérdés halmazból egyébként. Van egy ilyen megfelelést ellenőrző, ilyen hatósági jellegű tevékenység. Egyébként ez uncsinak szokták mondani az emberek, de valójában egyébként nem az, mert itt arról van szó, hogy van egy csomó szabály, aminek egy rendszernek meg kell felelnie, hogy azok a rendszerek biztonságosak legyenek, és a srácok a hatóságon ezeket ellenőrzik, ezeket tartják nyilván. Szerintem egyébként ez egy elég fontos feladat, és most egyébként meg különösen fontos, hogy ugye a kibervédelmi szabályok szintje ugye miatt a NIS2-es irányelv miatt, ami most azért elég sok helyen elhangzik, emelkedni is fog, meg emelkednie is kell. De mi ez pontosan? A NIS2 az egy új Európai Uniós irányelv, ami megemeli a kiberbiztonságnak a szintjét az Európai Unióban, idén kell implementálni minden tagállamban, gyakorlatilag azt fogjuk ezzel, az a célja a jogalkotónak, vagy az a célja az Európai Uniónak, hogy bizonyos ágazatok tekintetében a kiberbiztonsági szintjét egy kellően magas szintre helyezze azért, hogy a gonosz hackerek ne tudják például lekapcsolni a villanyt. De ezt akkor a kormányzaton belül, vagy az állami szerveknél kell megtenni ezt a fajta védelmet, vagy tulajdonképpen valamennyi Magyarországon működő cégnél ezt a fajta direktívát kellene követni? Nem valamennyi cégnél, van egy meghatározott cégcsoport, méretkorlát, illetve tevékenységi kör alapján, de azokat a tevékenységi köröt végző azon nagy vállalatok és közepes vállalatok kerültek bele ebbe a kalapba, akik relevánsnak tekinthetőek a jogalkotó szerint. Ez azt jelenti, hogy azok a szereplők, akiknél viszonylag fontos lenne, hogy tényleges kibervédelmet csináljanak, azoknak most ez kötelező lett ez a kibervédelem. Bocsáss meg.
ennyi. Ezek akkor tulajdonképpen állami szervek azért nem. Főleg, nem? Kifejezetten most az állami szervekre egyik is elég szigorú szabályok vonatkoztak, 2013 óta egyébként, mióta van az állami kibervédelem. Most ezek a NIS2-es szabályozással az új tevékenységi körök, azok tulajdonképpen a legtöbb magáncég. Tehát ilyet képzeljél el, hogy energiaszektor, hulladékgazdálkodás, űrtechnológia, IKT termékek, tehát olyan termékek gyártói, gyártás, alapvető gyártás, tehát nem tudom, egy nagy autógyár például a hatálya alá kerül a szabályozásnak, akiknek egy része eddig is foglalkozott kibervédelemmel, de még egyszer mondom, most már ez a kötelezés, ez most már elég erős lesz. Jó, akkor még gyorsan akkor a fogalmak kapcsán, ugye egyet mondtál el, ami az NKI-nak a feladata, akkor még azt a kettőt kérlek gyorsan vázold. Igen, van az úgynevezett nemzeti csírt, vagy incidens kezelési feladat, ez tulajdonképpen már az operatív része a dolognak, hogyha valahol történik valami baj, tehát valakit meghekkeltek, hogyha szabad így fogalmazni, akkor ide be tudja jelenteni ezt az eseményét. Ennek sokféle különböző aspektusa van, de a legfontosabb az, hogyha bejelenti ezt az incidenst, akkor és az ügyfele egyébként az NKI-nek, ez nagyon fontos, hogy ügyfelének kell lenni, bárki sajnos nem jelenthet be. Még én nem tehetek egy ilyen bejelentést. Magánszemélyként még egyelőre nem. Legalábbis nem minden szolgáltatást fogsz majd tudni igénybe venni a NIS2 életbe lépése után sem, de az ügyfelek, ők segítséget is kapnak egyébként, tehát nekik nem feltétlenül kell nagy kibervédelmi kapacitásokat, nem tudom, káros kódelemző részleget fenntartani, vagy logelemző kapacitást építeni, hanem az NKI ezt fenntartja, és segít az ügyfeleknek kideríteni, hogy akkor pontosan ott mi is történt. Meg azért az NKI-nál elég sok incidens látnak a kollégák, így elég tapasztaltak ezen a területen, és egyébként ennek nemzetközi szempontból is van jelentősége. Ugye miért fontos, hogy bejelentjük ezeket az eseményeket, hogyha ügyfelei vagyunk az NKI-nak, hogyha valahol, nem tudom, egy gyártó részlegnél történik egy incidens, nem tudom, egy ransomware támadás, tehát egy ransomware-re rákattint valaki, és egyébként ezt nem jelentjük be, akkor nem tudunk például proaktív védelmet kifejteni, tehát hogyha ismerjük ezeknek a támadásoknak az adatait, akkor tudunk szólni a többieknek is, hogy gyerekek, figyeljetek oda, mert ez a veszély, ez nálatok is fent áll. Így van, tehát ez így működik, és egyébként ugyanez működik nem csak hazai szférában, hanem nemzetközi szférában. Ezek a csírtek, ezek az informatikai biztonsági szervezetek, ezek egymással elég szoros kapcsolatban vannak az Európai Unióban, egymással információt osztanak meg, hogyha valahol történik egy nagy baj. Mostanában volt egy-két incidens Magyarországon is, aminek a nemzetközi, én most nem mondanék cégeket, de nemzetközi cégeket, hogyha ér egy incidens, annak lehet nemzetközi kihatása is, és akkor ezek a csírtek egymással ezt a dolgot megbeszélik, tapasztalatot cserélnek, és sokkal gyorsabb az incidens kezelés. És akkor egy mondatban a harmadik feladat, hogy akkor már... Ők pedig az etikus hackerek. Az etikus. De tulajdonképpen akkor így etikus hackerként dolgoztál az NKI előszervezetének, és így kerültél be utána az NKI-hoz? Nem, én az etikus hackeri vénámat itt az NKI-nál szereztem már, meg én incidens kezelési vonalon dolgoztam, most pedig leginkább tudatosítással foglalkozom, tehát próbálunk előre menni, és megakadályozni, hogy az incidensek megtörténjenek. Ennek ilyen is ehhez hasonló beszélgetésekkel, mint ez a mai. És a feladata tulajdonképpen ilyen formán akkor az incidens kezelése és a probléma elhárítása, vagy bármi nemű nyomozati hatáskört is ellát a szervezet? Nagyon jó a kérdés. Nem. Nyomozni a rendőrök nyomoznak. Tehát ők jogosultak nyomozási tevékenységet végezni. Nem mondom, hogy nincs kapcsolat a két szervezet munkamódszere meg egyebek között, de hogyha bűncselekmény történik, akkor azok a rendőrök lesznek. Ha bűncselekmény történik, és annak van kiberbiztonsági aspektus, akkor nyilván a mi kivizsgáló csapatunk is tud ebben segíteni, de nagyon fontos az, hogy mi a célja a vizsgálatnak. A rendőrnek a célja az, meg a nyomozati munkának az a célja, hogy megtudja, hogy ki volt az elkövető, illetőleg kit lehetne ezért, tehát ki az, aki a társadalomra veszélyes, akit ki kell vonni a forgalomból, hogyha szabad ilyen csúnyán fogalmazni. Az NKI sokkal jobban érdekli, hogy hogyan csinálták ezt hogyan lehet esetleg legközelebb ezt megakadályozni, mi volt a hiba, mit lehetne javítani a rendszereken. Tehát kicsit más a nézőpont, azért a módszerek azért nagyon hasonlóak. És akkor beszéljük magukról az incidensekről, és egy picit akkor próbáljuk levinni a mi szintünkre, hogy akkor minket, átlagembereket, és azt megértettem, hogy az NKI az főleg ugye szervezetekkel foglalkozik, nagyvállalatokkal, főleg most ugye az Európai Unió direktíva okán. Nagyvállalatok, illetve állami szereplőkkel. Állami szereplőkkel, köszönöm a kiegészítést. De akkor mit tudunk mit tenni? Egyáltalán milyen jellegű veszélyeknek vagyunk mi
kitéve a kibertérben. Hát a kibertér az egy vadnyugat egyébként. Jó használni, tehát nem akarok senkit megijeszteni, meg riogatni. A kiberteret használjuk, a szolgáltatásait használjuk, mert nagyon kényelmes, viszont óvatosnak kell egyébként ezzel lenni. Mint ahogy egyébként óvatosak vagyunk egy koncerten is, hogyha kimegyünk, nagy a tömeg, de azért próbálunk arra figyelni, hogy a pénztárcánkat ne lopják el. Ugyanígy a kibertérben is próbáljuk magunkat jól érezni, kihasználni a szolgáltatásokat, azért figyeljünk arra, hogy a pénzünket ne lopják el, meg az adatainkat ne lopják el. A legfontosabb, amit tehetünk, az mi magunk vagyunk és az éberségünk. Ne hagyjuk magunkat tulajdonképpen átverni, vagy ne hagyjuk magunkat kitenni ennek a veszélynek, amit a kibertér jelent. Ne legyünk, hogyha kapunk egy ajánlatot, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, a kibertérből érkező ajánlat, akkor az valószínűleg nem az. Ez egy nagyon fontos szabály, és tényleg arra tudunk figyelni egy ilyen alap... Bocsáss meg, akkor itt milyen jellegű ajánlat? Tehát, hogy akkor menjünk sorba. Tehát, hogyha mondjuk egy ajánlatot hoztál most szóba... Nem tudom, hogyha tizedáron adnak nekünk egy csúcskategóriás mobiltelefont, akkor a pénzünket akarják, nem pedig telefont akarnak nekünk odaadni. Tehát, ha mondjuk, mit tudom, én a social médiát én fürkeszem, és elénk dobnak mondjuk bizony egy ilyen jellegű hirdetést? Hogyne. Így van, elénk dobnak, mert ők nem vizsgálják tartalmilag első körben ezeket a hirdetéseknek a validitását, és simán elképzelhető, hogy azok álhirdetések. Nagyon sokféle módon verik át az embereket. Tényleg nagyon sokféle technika van. Igazából lehetne folyamatosan sorolni a különböző technikákat, meg példákat. A leggyakoribbakat kérlek, mesélj, de tényleg, hogy próbáljunk egy picit pragmatikusabb lenni, tehát hogyha valaki most nézi, vagy látja, vagy hallja ezt a beszélgetést, akkor mire figyeljen? Én például kaptam már olyan üzenetet, sőt elmondom itt nagy plénum előtt, hogy be is dőltem neki, egy melegítőt szerettem volna rendelni, nagyon jól nézett ki. Bocsánat, ne érezd magad rosszul, mert ezek az üzenetek nagyon jól meg vannak fogalmazva. Amit mondasz egyébként, hogy nagyon jól nézett ki, és nagyon jó volt az árérték arány. És én bizony meg is rendeltem, ami értem egy picit a gyanúperrel, és nem előre fizettem ki, hanem lehetőség volt utánvétel, és aztán utána nem fizettem ki, mikor kihozták nekem a gagyit. Na mindegy, ez egy kicsit már egy problémása volt a vége, de a lényeg az, hogy ilyen jellegű átverésekre, vagy csalással, megvezetésre kell gondolni? Ilyen jellegűekre is lehet gondolni, amikor termékkel vernek át. Itt azért a kiberbiztonsági aspektus egy kicsit szerényebben jelenik meg, de egyébként az embereknek a pénztárcája ugyanúgy bánhatja ezt a dolgot, de ezekre igen, nagyon oda kell figyelni, hogy ezek a jó árérték arányú ajánlatoknak nagyon alaposan utána kell nézni, hogy ezek mennyire valóságszerűek. És egy marketinges ismerősöm mondta, hogy ha valami rettenetesen akciós ma, akkor az akció később is vissza fog térni. Ugye azzal csábítanak minket ezek a nagy akciók, hogy most vegyük igénybe, azonnal kell ezzel lépni, mert ezzel próbálják a pressziót, a nyomást ránk tenni, hogy minél gyorsabban vásároljunk, és legyünk egy kicsit meggondolatlanabbak, mint alapból, tehát a higgadságunkat egy picit megpróbálják ezzel kijátszani. Lesz még az akció, hogyha ez tényleg soha nem visszatérő ajánlat, akkor még lesz ilyen akció. Lehet, hogy egy negyed év múlva, lehet, hogy egy hónap múlva, két hónap múlva, ez egy marketinges alapszabály, az akciók azok pörögnek. És mi az akkor, ami ilyen klasszikus kiber csalásnak számít? Tehát, hogyha ugye az előbb említett példa, amit én hoztam fel, az nem az a klasszikus ilyen jellegű megtévesztés? Hát a kiberteret használják arra, hogy csalárt tevékenységet végezzenek, igazából ott a tér lett a kibertér. Ami kifejezetten kiberbiztonsági szempontból is egy picit érdekesebb, az, hogyha például adathalász e-mailt kapsz, és akkor megpróbálják az adataidat ellopni. Hogy néz ki? Tehát, hogy mi az, amiről felismerhető? Hát úgy nagyon sokféle, iszonyatosan sokféle adathalász technika van, lehet nagyon célzott is, tehát amikor te egy viszonylag ismert ember vagy, van közösségi médiád, látják az emberek, hogy te mivel foglalkozol, és egy olyan célzott üzenetet kapsz, viszonylag téged könnyen be lehet egyébként egy ilyennel célozni, ahol felhasználják valamilyen információt, amit valahol mondtál, nem tudom, szereted a Paksi Arot atomerőműnek a tevékenységét, és egy direkt ilyen e-mailt kapsz, és simán lehet, hogy bedőlsz rá, és akkor egyébként, hogyha rákattintasz, akkor nem tudom, egy ransomware van a link mögött, nem pedig egy valid oldal. Igazából azt kell mindig ezeknél az üzeneteknél vizsgálni, hogy mennyire valóságszerű ez az egész, hogy mennyire kell nekem ezt az egészet elhinnem, hogy ez tényleg a valóság, amit látok, és mennyire vártam tulajdonképpen én ezt az üzenetet, vagy mennyire csak úgy beesett valahonnan. Tehát így random nem biztos, hogy egy ilyen dolog beeshet. Én már mindig azt szokták mondani, hogy külföldi számot például felveszek el,
hogy belekeverik egymásokat. Én például akkor veszek fel egy külföldi telephívást, hogyha ha tudom, hogy fognak hívni külföldről, engem nem hívnak gyakran külföldről, egyszer-kétszer munkaügyben hívnak külföldről, akkor tudom, hogy melyik országból fognak hívni, és őt fel, azokat felveszem. Picit így van ezzel az ember, hogy várja-e azt az adott dolgot, várja-e a közüzemi számláját azon a módon, ahogy egyébként beszokott érkezni, vagy pedig ami ha random időben, más időpontban kaptam azt a közüzemi számlát egy kicsit más tartalommal, mint korábban kaptam, akkor az már elképzelhető, hogy gyanús. Csomagrendelés, iszonyatosan sok csomagrendelés. És csalás van SMS-ben, e-mailben, borzasztó. Egy picit maradva még akkor ennél az e-mailes csalásnál, mondtad, ami egy tök jó, már egy ilyen gyakorlatias tanács, hogy ugye arra figyeljünk, hogy mi az, amit vártunk esetleg. Tehát, hogyha váratlanul nagyon-nagyon csak úgy beesik valami, akkor az már gyanús lehet. Így van, melléklet. Tartalmaz-e valamilyen mellékletet? Az esetleg valamilyen futatható állomány, nyilván futatható állomány nem töltünk le, hogyha esetleg egy link van benne, akkor nézzük meg, hogy az a link alapból hova vezet, mielőtt rákattintanánk, és hogyha nem ennek a szervezetnek a hivatalos. Több módon is meg tudjuk nézni, hogyha PC-t használunk, vagy személyi számítógépet használunk, akkor rávisszük az egérmutatót, akkor kiírja, hogy hova visz minket az a link, és hogyha ennél a konkrét példánál maradva a Paksi atomerőmű hivatalos oldalát tudjuk, hogy micsoda, alaposan előtte meg tudjuk nézni máshol, és beírjuk Paksi atomerőm, és akkor tudjuk, hogy mi az oldaluk, hogy tényleg oda mutat-e ez a link arra az oldalra, és ott azért a veszélynek a veszély ott azért sokkal csekélyebb, mert arra kicsi az esély, hogy a Paksi atomerőmű weboldalát feltörték, és oda helyeztek el egy káros tartalmat, ez valószínűleg más weboldalra fog tudni mutatni. Telefonon egy picit nehezebb dolgunk van, de ott is egyébként, hogyha hosszabban rákattintunk a linkre, akkor ki valamelyik... Ha SMS-en kapunk, vagy ilyen jellegű szöveges üzenetet, vagy hogyha ott kapunk e-mailt. Ott kapunk e-mailt, igen, vagy szöveges üzenetet. A szöveges üzenetben egyébként a teljes link általában látszik. Ott nem fedi el a... Tehát ilyen iszonyatot brutál kamuk szoktak lenni. Igen, de hát az emberek rákattintanak, mert kiküldenek, mit tudom én, több száz, több ezer, több tízezer, több százezer ilyen e-mailt, és hogyha nekik az 1%-a kattint rá, és az 1%-hoz letöltődik ez a ransomware, vagy az 1% kitölti az adathalász oldalt, és megszerzik tőle a bankkártya adatait, vagy csak az e-mail címét, telefonszámát, amivel aztán utána még mindig nagyon sok mindent tudnak csinálni, akkor már nekik az egy siker dolog, mert egy e-mailt elküldeni ingyen van. Ezt ne felejtsd el. Ez így van. Akkor ugye, ami gyanús lehet, tehát hogyha ugye, amit mondtál, csak mindig szumázni akarom, hogy akkor tényleg, tehát akkor a váratlan e-mail, akkor ugye mindenképpen mondjuk a linkre, vagy a csatolmányt meg se nyissuk, feltételezem. Nem ajánlom, olyan csatolmányt nyissunk meg, ami biztosan tudunk, hogy ismerjük a feladót, és attól a feladótól jött, akitől szokott. Tehát a közüzemi számlákat elég gyakran szokták most már e-mailben kiküldeni. Én meg szoktam nyitni a közüzemi számláknak a PDF mellékletét, megnézni, hogy van-e benne adott tartozáson, minden rendben van-e, de hát tudom, hogy kitől várom azt az e-mailt, és ismerem az egész formátumot. Egyébként ezt is egész jól le tudják másolni, de mi még arra is figyelek, hogy mikor szokt, tudom, hogy mikor jön a villanyszámla, tudom, mikor jön a gázszámla, mert az ember ezeket megjegyzi, és csak akkor nyitom meg, hogyha tényleg akkor jött. És mit tegyünk akkor, hogyha megkaptuk ezeket az e-maileket, gyanúsnak ítéljük, egy egyszerű törléssel, akkor mi már megtettünk mindent? Hogyha használunk valami nagy e-mail szolgáltatót, most én nem akarok egyet se reklámozni, ott van ilyen, hogy spamnek jelölöm. Az miért jobb, mint hogyha kukáznám? Az azért jobb, mert akkor segítünk a kiberbiztonsági közösségnek. Aha. Tehát akkor ez az e-mail bekerül egy olyan kalapba, ahol ezt kivizsgálják, hogy ez tényleg gyanús, ez tényleg valami. Hogy eljut majd hozzátok, hosszú-hosszú. Nem feltétlenül hozzánk, de bekerül egy olyan közösségi adatbázisba, ahol ezt megvizsgálják, és hogyha tényleg kamunak minősítik az ottani szakemberek is, valószínűleg egyébként az, akkor ezek a jellemzők, amik azt az e-mailt jellemzik, honnan jött, mikor jött, milyen képet tartalmaz, milyen szöveget tartalmaz, legközelebb már nem az éles postafiókban, hanem a spam mappába fog esetleg beesni. Ugyanez tehető telefonon is, ha mondjuk ugye e-mail kapunk, akkor ott ugyanúgy be tudom tenni spammel. Viszont mi van, hogyha üzenetben jön, tehát SMS-ben kapunk üzenetet, akkor mondjuk ott csak törölni tudjuk, nem? Törölni tudjuk, így van, és ráadásul ugye nagyon sok olyan telefonszámról jön az SMS, amik ilyen szolgáltatók, akik SMS küldést szolgáltatnak, és azok, tehát hogyha megnézed a telefonodat, hogy milyen ismeretlen számtól kaptál mostanában e-mailt, akkor elég vegyes a felhozatal. Kaptál ettől a csomagküldő szolgálattól egy e-mailt, hogy hamarosan érkezik a csomagod, kaptál egy második faktoros autentikációt valami belépésnél, és ezek mind valid SMS-ek, és ezt a szolgáltatást igénybe vehetik a kiberbűnözők is, tehát ezeket a számokat nem feltétlenül lehet sajnos mindig letiltani. Itt az üzenetnél kell résen lennünk, hogy olyan üzenetet kaptunk, amit egyébként például már vártunk. Velem esett meg, nem olyan régen, egy 2-3 hete, hogy rendeltem egy valid csomagot, tényleg rendesen egy csomagot rendeltem, és
megmondták, hogy mikor lehet nagyjából átvenni a csomagboxból ezt a csomagot. És aznap, amikor mondták, hogy várható a csomag, ugyanerről a telefonszámról, amiről az előzőt kaptam, tehát ott van mögött a telefonszám, mögött ez az üzenet, jött egy kamu üzenet, hogy frissítsem a címemet, mert nem találta a futár megfelelően az én helyemet. És egyébként ezek akkor egy kampány volt, sokan megkapták ezt az üzenetet, csak én pont ugyanerről a telefonszámról, pont 3 nappal ezelőtt egy valid üzenetet is kaptam. Így még gyanúsabb volt ez az egész, egyébként én nem kattintottam rá. Ez nem azt jelenti, hogy engem nem lehet átverni, még most egyelőre jól állok ebben a tekintetben, de sosem lehet tudni, hogy mikor leszek én is fáradt, mikor nézem be, mikor lesz egy szofisztikáltan megfogalmazott üzenet, ennek nem dőltem be, de ez egy nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon-nagyon jól jött ki, mert pont tényleg aznap vártam az üzenetet, és utána egyébként egy órára rá megjött a valid üzenet, hogy átvehető a csomagom. Szerinted egyébként most csak mondtad, ugye még pedig már nagyon szofisztikált volt az az üzenet. Idő kérdése, hogy esetleg, akkor most egy picit megint a személyes szállat így továbbive, szerinted csak idő kérdése, hogy esetleg te is előbb-utóbb ilyen jellegű csalás áldozata legyél? Igen, valószínűleg az. Ez a mesterséges intelligenciának köszönhető, vagy úgy általában finomodik a személyes, nem tudom, intuíció a hackerekben is, ahogy hogy jobban meg tudják. Vagy rossz napom van, és benézek egy ilyet, vagy nagyon jó ez az üzenet, és pont egybevág minden, és nem veszem észre. Vagy a mesterséges intelligencia egyébként szerintem úgy tud ebben az egészben bejönni, hogy nagyon sok adatot képes feldolgozni. Ugye említettem azt, hogy te viszonylag kitettebb vagy az ilyen jellegű támadásoknak, mert vannak rólad információk, könnyen elérhető információk vannak rólad az interneten, de hogyha a mesterséges intelligenciát bevetjük, akkor bárkiről fel tud kutatni viszonylag könnyen elérhető információkat, akár rólam is, és tud olyan szofisztikált, egyedi üzenetet megfogalmazni az én részemre, a nevem meg egy-két dolognak a tudás birtoklában, amire sokkal nagyobb eséllyel fogok rákattintani, mert tudják, hogy az én érdeklődésemnek a homlok terében például az van, és ezek tök egyedi e-mailek, és ilyenből küldenek 100 000-et. Tehát nem abból küldenek 100 000-et, nem ugyanabból az e-mailből küldenek 100 000-et, hanem mindenkinek egy egyedi, személyre szabott phishing e-mailt küldenek, ez az igazán veszélyes. De úgy látod egyébként mondjuk az elmúlt 10 évet, ugye régebben még ilyen nagyon-nagyon rossz magyarsággal, ilyen nagyon rossz fordító programokat használva próbáltak különböző információkat kiszedni, azért látszik egy tendencia arra vonatkozva, vagy arra mutatva, hogy fejlődik és szofisztikálódik az ilyenfajta csalás? Hát sajnos nagyon rossz hírek vannak ebben a tekintetben. Nagyon jók ezek az e-mailek. Nagyon például a közüzemi szolgáltatóknak a díjértesítő e-mailjeit már Magyarországon is, magyar nyelven is nagyon szépen le tudják másolni. Ha az ember rákattint erre a kamu e-mailre, ami egyébként felismerhetően egy kamu helyről jött, tehát hogyha egy picit megnézzük az e-mailnek a feladóját, akkor már tudjuk, de rákatintunk erre a kamu e-mailre, akkor rámegyünk egy kamu oldalra, ami nem a hivatalos oldala, hogyha megnézzük a böngésző címsorát, akkor látszik, hogy ez nem az adott villanyszolgáltatónak például az oldala, mert nem az van odaírva, mint az, mi az adott villanyszolgáltatónak egy az oldala. Egy laikus is észrevesz, hogy igen, nem ugyanaz? Így van, hát hogyha tudod, hogy melyik villanyszolgáltatónál vagy, akkor beírod a nevét, és a hivatalos oldal fog kijönni az első nem szponzorált hirdetés. Valószínűleg egyébként ez is, nem véletlenül mondtam, hogy az első nem szponzorált hirdetésnél, mert már volt olyan kampány is, hogy a hackerek, ugye a nagy keresőmotoroknál vannak szponzorált hirdetések, amik az első 2-3 helyre furakodnak be, és van olyan, hogy egy kereső szóra egy kamu oldalt befizettek. Aha. Tehát én mindig az első nem szponzorált hirdetést keresi az első nem szponzorált találatot keresi a szemem, mondom 3-4 attól függ, hogy milyen kulcsot írok be, és arra, ha rákattint az ember, vagy csak megnézi az elérési útját, akkor nem tudom, villanyszámla.hu, most mondtam egy hülyeséget, és egyébként pedig az e-mailbe pedig az xyzr.hu/villanyszámla.hu van, tehát igazából a villanyszámla.hu valahogy szerepel benne, hogy így átveri a szemet, de nem elől. Ugye az a fontos, hogy a domain, ugye, az mindig elől van, és az a legfontosabb, hogy a jó domainen legyünk. És az, amit mondani szoktak, ugye, hogy az elején ez a HTTPS. HTTPS, ez már nem olyan fontos manapság. Az S az a security-t jelenti. Igen, az egy biztonságos kapcsolatot jelent, az azt jelenti, hogy harmadik fél, tehát a két, a szerver és köztem lévő kommunikáció az biztonságos. De ez sem jelent akkor biztonságot, hogyha, tehát, hogy... Sajnos nem, mert nagyon könnyű ilyen tanúsítványt vásárolni, tehát arra a domainre meg tudjon venni a tanúsítványt, nem tudom, 1000 forintért, ráadásul vannak ingyenes tanúsítvány szolgáltatók is, 3 hónapra ingyen lehet ilyen zöld lakatot szerezni, ez most már nem ez a támadóknak a célja, ezt most már áthidalták ezt a problémát. A támadók mindig próbálnak fejlődni, hogy minél több sikeres támadásuk legyen.
És mi az akkor a legújabb tendencia, amelyel ugye az e-mailezés, vagy hát az e-mailen érkező csalásokat, a telefonon érkező csalásokat említettük, a social media felületeken ezek a hirdetések, amely nem a klasszikus, de azért az is egy megtévesztés, és mégis a kibertérben történik. Milyen csalások vannak még, amelyekkel mondjuk te, vagy ti a munkátok során találkoztok? Szerintem a legveszélyesebb egyébként azok a mostanában azok a csalástípusok, amik valamilyen apropót használnak ki. Nem tudom, történik a világban valamilyen esemény, és akkor arra ráfűznek egy ilyen e-mail folyamot, vagy egy ilyen SMS folyamot, és akkor azt azért nehezen lehet, mivel nagyon aktuális, és egyébként érdekli is az embereket ez a téma, arra azért elég jó csalásokat lehet felfűzni, és szerintem ott a siker százalékuk is egyébként a csalóknak nagyobb. Tehát itt valami, nem tudom, természeti katasztrófára gondolsz, akár és akkor mondjuk egy, háború, nem tudom, egy szervezet nevében fogalmazzák akár meg a... Így van, adományozzunk, kamu adománygyűjtés, vagy pedig nem tudom, vegyünk egy pólót, és akkor támogatjuk őket, nem tudom, akármilyen, vagy pedig csak simán információt akarnak nyújtani nekünk, de egyébként utána elszedik az e-mail címünket, esetleg a bankkártya adatainkat, ha már ott vagyunk. Igen, tehát ezeket kint kihasználják, és például nem olyan régen a Nemzeti Kibervédelmi Intézet nevével is visszaéltek, telefonhívásokat bonyolítottak le, hogy ezzel hitelesítsék, hogy igen, az ön bankszámláját valóban megtámadták, a Nemzeti Kibervédelmi Intézettől vagyunk, és megerősítjük. Hogy megtámadták önt, és egyébként hát sajnos, tehát hogyha hívnak minket telefonon, és akkor átérünk egy kicsit a telefonos csalásokra is, akkor az sajnos nem biztos, hogy az hív minket, akinek a számát látjuk kiírva, mert ezt is lehet egyébként hamisítani. Akár a banknak a nevét is. Tehát én fel tudlak hívni a te bankodnak a nevében, hogyha tudom, hogy melyik banknál vagy, és azt a számot fogja kírni, amit te ügyfélszolgálatként felhívsz. Aha. És ugye ez már eleve nekem egy megnyugtatást ad. Igen. Ez creepy, igen. Na hát ezeket nem szabad elhinni. Na de akkor hogy én laikusként hogyan tudom kiszűrni, hogy az most egy csalás, kamu, vagy nem? Én azt csinálnám egyébként, főleg, hogyha elkezdődik a játék, tehát elkezdenek tőlünk adatokat kérni, visszahívom önt. Aha. És hogyha én adjon meg valami azonosítót, vagy valamin, amin én vissza tudom hívni, tehát valami kódot, vagy valami, nem mondja meg a nevét, amin önt nekem tudják kapcsolni. És akkor én felmegyek ugyanúgy a weboldalra, a hivatalos weboldalra, megkeresem a call centernek a telefonszámát, felhívom azon a telefonszámon, és azt már nem tudják eltéríteni, az már a banknál fog csörögni, és akkor hát lehet, hogy egy pár percet a menürendszerben el kell tölteni, mire ügyintézőt kapcsolnak nekünk, de akkor már biztosak lehetünk, hogy az adott bankkal beszélünk, és ott már lehet kvázi biztonságosan kommunikálni az ügyintézővel, és egyeztetni a bankszámladat, vagy pedig letiltani a bankkártyát, ezt. Ez azért már iszonyatos tudatosság kell, hogy valakinek mondjuk egy ilyen helyzetben ez eszébe jusson. Tudatosság kell, de ez a célunk, hogy ez a tudatosság kialakuljon, ez a kiberhigiéné. Ugye, amikor Semmelweis Ignác kitalálta, hogy érdemes kezet mosni egy-egy páciensről átvándorolva, akkor azzal nagyon sok életet megmentett. Mi pénzt szeretnénk menteni az embereknek, nekünk az a célunk, hogy az emberek mossanak kezet a kibertérben, és legyenek tudatosak. Tehát alakuljon ki ez az alap kiberhigiénés képesség, hogy egy picit megszólaljon egy bizony, ez nekem nem tetszik, ez gyanúsít, valami nem stimmel, ez nem ilyen szokott lenni, ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, itt túl gördülékenyen megy az ügyintézés, nem ilyen gördülékenyen szokott lenni, itt rám nyomást gyakorolnak, a nyomásgyakorlással nagyon sokan élnek, most azonnal tudjuk csak elintézni, 2 perc múlva nem lesz meg az a lehetőség. Ó, dehogy nem lesz meg. Aha. Vagy amikor például ugye olyan személyes adatokat, vagy titkos információkat próbálnának telefonon kiszedni belőlünk, amelyek azért viszonylag ritkán fordulnak elő, vagy soha, tehát akkor az is értelemszerűen gyanúval kell. Bankkártyadatot például telefonon sosem kérnek el tőlünk. Bankkártyás fizetés, ugye egy az, hogy online nem adjuk meg a bankkártyadatunkat, ez nagyon fontos, online megadhatjuk, majd mindjárt elmondom, hogy mire kell figyelni. Telefonon sosem kérik el a bankkártyadatainkat, soha senki, ez biztos. Igazából telefonon a bank beazonosít minket, ügyeket intézünk, de ilyen jellegű adatokat soha nem fog tőlünk elkérni, és igazából e-mailben sem fog tőlünk elkérni. Fizetni tudunk bankkártyával, az a dolga a bankkártyának, hogy fizessünk vele, és egyébként kell is, mert hát sok helyen csak bankkártyával tudunk fizetni. Na, de akkor ez egy nagyon jó pont, mert ugye pont ugye a bankkártyás fizetések kor merül fel bennem is rengetegszer a kételj, hogy na most akkor én megmerjem-e adni azt a 3 jegyű, nem tudom, biztonsági kódot a kártyám végén, vagy nem merjem megadni, ugyanakkor nem fogom akkor azt tudni realizálni azt a vásárlást. Tehát itt hogy tudunk meggyőződni arról, hogy az a felület, ahol én éppen bankkártya adatokat szeretnék megadni, az biztonságos? Nem egyszerű a dolgunk.
Az egyszerűbb, a bonyolultabb, vagy az egyszerűbb megoldásra vagy kíváncsi? Mind a kettőre. Elmondom, tehát, először, segíteni tudunk. Elmondom először is az alaputat. Tehát, hogyha van egy vásárlás, amit le akarok bonyolítani, ellenőriztem tényleg, nem kamu a hirdetés, nem kamu a termék, megbízható a szolgáltató, akitől veszem, ismert név, utána néztem az interneten, barátaim is már rendeltek tőle, tehát ezt megpróbáltam, ezt már nagyjából volt róla szó, tehát megbizonyosodtam róla, hogy ezt a terméket valószínűleg ki fogják nekem hozni. Biztonságos fizetés. Ugye elérkezünk oda a rendelés folyamán, hogy fizetni kell, itt több út is van. A legtöbb ilyen webáruház valamilyen fizetési szolgáltató vesz igénybe, tehát átirányít egy banknak az oldalára. Ekkor van egyébként sokkal könnyebb dolgunk, mert ott a banknak a doménjét meg tudjuk nézni, hogy az tényleg a banknak a hivatalos doménje, az egy egész jó út. De vannak olyan webáruházak, ahol ott kell fizetni, ahol vagyok. Az már egy picit neccesebb, viszont ott már ugye van egy kvázi bizalmi kapcsolatom ezzel a webáruházzal, mert már utána néztem előtte ugye alaposan, és hogy ki fogják nekem hozni ezt a terméket. Oda én, meg egyébként én megmondom, hogy szintén a banki oldalra is kifejezetten csak olyan bankkártya adatot adnék meg, ami folyamatosan kontrollálható. Tehát én csináltatnék egy webes kártyát, úgynevezett webes kártyát, ez már majdnem minden banknál Magyarországon elérhető. Ez úgy működik, hogy adnak egy bankkártyát tulajdonképpen a kezembe, egy virtuális kártyát adnak a kezembe, amit nem tudok használni csak az interneten, és ennek a limitje folyamatosan nulla. Ezt én csak a vásárlás előtt módosítom pontosan annyira, amekkora vásárlást fogok lebonyolítani, és a vásárlást követően az újból visszaáll nullára. És a fennmaradó összeg megy az anyaszámlára tulajdonképpen? Nem, azon sosem, az a folyószámlámhoz is tartozhat, csak a limitje lesz mindig nulla. Ja, értem, nem, akkor csak konkrétan pont annyi összeget kell, hogy arra átutaljak. Nem átutalom, csak engedélyezem a tranzakciót, lemegy az a tranzakció, és utána visszaáll ez az összeg nullára, hogyha a tranzakció lebonyolódik, vagy amennyi időt egyébként beállítunk erre, hogy visszaálljon nullára. És ezzel tulajdonképpen egy féket adok az egésznek, mert csak az egy virtuális kártya. Virtuális kártya, internetes kártya. Nem is. Akkor látod pedig. Fel is írtad, jó. Abszolút. Ennél még van jobb is, ez még Magyarországon kevésbé elterjedt, de vannak úgynevezett egyszer használatos kártyák is, amik az a lényeg, hogy beírod a bankkártyának az adatát a fizetési felületbe, megtörténik a tranzakció, és az a bankkártya azonosító soha többet nem lesz használható. Tehát és az ledarálódik. Ezt a banktól kell igényelni? Hát vagy? Ez Magyarországon nem annyira elérhető, ez még jelen pillanatban inkább ilyen külföld, nemzetközi ilyen fintech vállalatoknál elérhető ez a megoldás. De én azt gondolom, előbb-utóbb Magyarországra is be fog ez jönni, ezek az egyszer használatos kártyák, mert igazából ez egy nagyon jó megoldás arra, hogy az emberek egyrészt, hogy biztonságban tudják a pénzüket, meg biztonságban is érezzék magukat. Tehát mert ezt a 16 karaktersorozatot sohasem nem lehet majd ebben a konstellációban, az én nevem alatt, az én érvényességi időmmel, az én biztonsági kódommal használni. És hát pont a számok sokasága okán, ugye hát itt szinte a felhasználás, a varibialitás az végtelen. Így van, ezt nem fogják tudni kitalálni, és akkor így tulajdonképpen így. És akkor nagyon sok olyan tranzakció van egyébként, és ezt mindig érdemes, meg a banki világban egyébként elég elterjedt a kétfaktoros autentikációtól, ne ijedjünk meg, hogyha ha le kell okézni a tranzakciót, még a telefonunkon is, amit rendeltünk, annak örüljünk, mindig ennek nagyon örüljünk. Lehet, hogy egy kicsit macerásnak érezzük, de ez azért van, hogy biztosan annak fizessünk, akinek akarunk, mert ott kiírja ugye a szolgáltatónak a nevét, tényleg annak akarok, tényleg ekkora összeget, rákattintok, és csak utána megy végbe a tranzakció. Tehát igazából a bank elég sok megoldást nyújt nekünk, hogy biztonságosan tudjunk fizetni, ők azért próbálnak a hackerekkel vagy a támadókkal lépést tartani, mi használjuk ezeket a szolgáltatásokat, és hát sajnos sosem szabad elustulni, egy picit mindig azért oda kell ezekre az online fizetésekre figyelni. Mit tegyünk akkor, hogyha csalás áldozatai lettünk? Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy bizony, akkor itt most hiba volt, megadtuk a kódot. Előfordul. Okay. Előfordul, szerintem semmiképpen sem kell miatt szégyenkezni, mert tényleg az a kérdés, hogy mikor válunk csalás áldozatával, nem az, hogy megtörtént-e már ez, aki még nem, az is elő fog fordulni. Nem szabad ezt szégyelni, mindenkinek lehet rossz napja, mindenki kaphat egy nagyon jó csalástípust. Első körben le kell tiltani a bankkártyát, nagyon fontos. Tiltsuk le a bankkártyát, ne érjen minket több kár. Ez a legfontosabb. Utána pedig nyilván kárértéktől is függ, rendőrségi feljelentést kell tenni. Tehát, hogyha ez egy bűncselekmény. Tehát minket tőlünk azt a pénzt tulajdonképpen ellopták. Én nem vagyok büntető jogász, de én ilyen pongyolán így tudom mondani, hogy azt a pénzt tőlünk ellopták. Feljelentést kell tenni. Hát ezeknek a kiberbűncselekményeknek a nyomozási hatékonysága hát azért nem az igazi még. Uh-huh. Tehát itt azért, hogy meg lesz a tettes, nem biztos, hogy ez meg fog történni, de lehet egyébként szerencsénk. Van és rá akkor, példa egyébként? Van rá példa, csak egyelőre nagyon alacsony számon, ugye azért a kiberbűnözők elég jól el tudják a nyomaikat fedni. Meg ezek országon át, tehát ugye a kibertér az a világban van, azért mondtam az elején, hogy az egy
az egy nemzetközi dolog, a nyomozati cselekmények ugye meg országhatáron túl már picit máshogy működnek. Ennek a fajta bűnöldözésnek is korlátokat szabnak a fizikai határa? Persze, hát ahogy akartad mondani, hogyha egy szerver, nem tudom én, Nagy-Britanniában van, és ott történt a bűncselekmény, akkor a magyar hatóságoknak a brit hatóságoktól kell kikérni ezeket az adatokat, és ez mind idő, mind ki lehet-e adni, ki fogják-e adni, és hogyha nem tudom, ez a szerver, nem tudom, valami egzotikus helyen van, hát akkor nagyon kevés az esély. És hogyha ugye fizetése kapcsolatos csalás történt, akkor oké, tiltsuk le a bankkártyát, akkor ezzel már megakadályoztuk a további... Így van, így van. Lehet utána beszélgetni a bankossal, hogy akkor milyen tranzakciók történtek, melyek voltak a valid tranzakciók, melyek voltak a nem valid tranzakciók. Sajnos ezek a tranzakciók elég gyorsan átfutnak, viszonylag kevés az a tranzakció, amit meg lehet akadályozni már miután megtörtént. Van ilyen egyébként. Visszaszerezni is nagyon nehéz már ilyenkor. Igen, hitelkártyáknál van egyébként ilyen, hogy ott egy kicsit könnyebb visszaszerezni ezeket a pénzeket, de nem lehetetlen ez sem, de nyilván ebben a bank nagyon készséges lesz, mert neki is érdeke egyébként, hogy a mi pénzünket megvédje, és akkor utána lehet menni a rendőrségre, igen. Adathalászatnál mit tegyünk? Tehát ott ugye olyan jellegű károkozás nem történt, viszont jelentős kár eseményt szenvedhetünk el az adatainkkal való visszaélés során. Persze, igazából az adathalászat mindennek az alapja, az a kiberbűnözőket az adatok éltetik. Igazából abból tudnak ők majd pénzt szerezni később az adatokból. Mindig felszoktam tenni a kérdést, hogy ki tudja nekem megmondani, hogy honnan tudják a hackerek az adatainkat. És akkor mindig azt szokott ráválasztani, hát tőlünk. Mi hagyjuk meg nekik, megmondjuk nekik, elveszik tőlünk, nagyon ugye szofisztikált módon is megtörténhet, vagy pedig egy adatszivárgásból is megtörténhet ez egyébként, tehát igazából az adat lesz a nulla, a zero point, és akkor abból lehet majd később ugye pénzt csinálni. Adathalászatnál ezt a módszert tudjuk választani, hogy spamként jelöljük, és akkor jó eséllyel ez az egész közösségben le fog futni, és akkor ezt a fajta adathalászati technikát valahogyan megpróbáltuk megakadályozni. Még a jogszabályi alapja egyébként nincs meg annak, hogy magánszemélyek a mi csirtünkre be tudják jelenteni ezeket az incidenseket, de dolgozunk azon, hogy a jogszabályi alapot is megteremtsük, ugye, mert itt nagyon fontos az, hogy az adatkezelésnek legyen jogszabályi lába, hogy szokták ezt mondani, jó alapja az adatkezelésnek, és hát mi nagyon figyelünk arra, nem nekünk ez a célunk, hogy jogszabályoknak megfelelően működjünk, és hogyha erre nincs a jogszabályi felhatalmazásunk, akkor ezt nem csinálhatjuk, de dolgozunk azon, hogy ez egy valid jogszabályi felhatalmazásunk legyen, annak érdekében, hogy például ezt az adathalász üzenetet az NKI csirtre be tudjad küldeni. Nyilván technikai segítséget nem feltétlenül tudunk nyújtani neked, hogy kivizsgáljuk ezt az incidens, de az indikátorokat, az e-mailednek a jellemzőit, hogy honnan jött, mikor jött, milyen IP címről jött, stb. Ezeket vissza tudjuk majd mi is adni a közösségnek, ezen dolgozunk. És ha a hibát nem úgy követtük el, hogy mondjuk rá kattintottunk egy linkre, hanem eleve mondjuk gyenge jelszóval védekeztünk, egyáltalán ez a fajta kiberbűnözés éle még, amikor is így ilyen formán próbálnak bejutni mondjuk számítógépekbe vagy rendszerekbe, akkor ezzel egyértelműen választottál. Na és akkor itt jöjjön az inkább, hogy mi mit tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legjobban védjük a saját személyes adatainkat, gépeink tartalmát. Ez nagyon jó kérdés. Ugye az egész úgy van, hogy az egész úgy történik, hogy én különböző szolgáltatásokat veszek igénybe. Van itt is egy felhasználói fiókom, ott is egy felhasználói fiókom, ott is valamelyik fontosabb, valamelyik kevésbé fontosabb, valamelyik mögött van pénzügyi művelet, valamelyik mögött nincs, valamelyik mögött egy közösségi média fiókom van. És ezekhez a fiókokhoz szeretünk ugyanolyan jelszót használni. És ugye nagyon sok helyen a felhasználó név sem egyedi, hanem az e-mail címünk a felhasználó név. Mi történik ezben a kiber vagy nyugaton? Nem feltétlenül ezekhez a fontos oldalakhoz kötődően történik egy adatszivárgás. Tehát a hackerek egy adatbázis tartalmát megszerezték. Ott benne lesz az e-mail címünk, bár van írva az adatbázisban az e-mail címünk, és még az is lehet, hogy aki ezt a szolgáltatást nyújtotta, ez elég amatőr volt, és a jelszavunk is láthatóvá válik az adatbázisból. Azért vannak arra technológiák, hogy a jelszavunk, tehát hogy is mondjam, etikus hackerként nincs nagyobb fekete pont annál, mint hogyha egy jelszót úgy tárolok, hogy az úgynevezett plaintextként, tehát sima látható szövegként megjelenhet. Mert ezt nem így kell csinálni. Ennek vannak technológiák, hogy ne így csináljuk. Most ennek a technikai részletében nem vagy jelent, ez a fekete pont nagy egyes leülhetsz, ne gyere ide vissza többet kategória, de vannak olyan oldalak, ahol ezeket az alapvető szabályokat sem tartják meg, és láthatóvá teszik ezeket a jelszavakat, ezeket Bocsás, ellopják. Csak hogy értsem, tehát ez azt jelenti, hogy itt a szolgáltató az, aki a hibát elköveti? Így van.
Tehát nem én, aki rossz vagy gyenge jelszót adok meg, hanem ő úgy mi is hibáztunk, mert gyenge jelszót adtunk. Nem feltétlenül baj, hogy gyenge. Nem ez lesz a hibának. Variálni kell itt a gyakoriság. Mindjárt majd mondok rá megoldást. De akkor a lényeg az, hogy a szolgáltató az, aki a hibát elköveti. Ezt a hibát ő követte el. Igen, hogy láthatóvá tette a jelszavamat. Hát látható a saját maga számára. Tehát ő ugye arra számított, hogy nem lopják el tőle, de hát ugye amit ellophatnak, azt lehet, hogy ellopják. És erre számítani lehet. Ellopták ezt a jelszót. Mi történik ezzel az ellopott jelszóval? Van egy felhasználó név jelszópárosom. Ez van, én vagyok egy hacker, és van egy felhasználó név jelszópárosom. Hát elkezdem kipróbálgatni ugyanezt a felhasználó név jelszópárost különböző ismert platformokon, például közösségi médiában, például e-mail szolgáltatóknál, itt-ott sok helyen, fizetési szolgáltatóknál, közműcégeknél, akárhol, hogy hol használja ez az ember ugyanezt a felhasználó nevét, meg ezt a jelszavát. És hát ott itt jön az a hiba, az egyik leggyakoribb hiba a gyenge jelszó mellett, hogy hát mikrózott jelszavakat használunk, ugyanazt a jelszót sokszor felhasználjuk, mert csak egyszer kell megjegyezni. Hát én nem, én tényleg csak egy jelszavamat ismerem. Összesen egy darab jelszavamat tudom fejből. De nem is kell többet tudni. De miért? Hát, mert én úgynevezett jelszószéfet használok, amit egyébként elég könnyen hozzáférhető. Ez egy böngészőbe beépülő tulajdonképpen kliens, ami az összes oldalra nekem egyedi jelszót generál. Persze erre oda kell figyelni, és ezt meg kell tanulni használni, de nekem minden oldalon ilyen kilométer hosszú jelszavam van, fogalmam sincs, hogy micsoda, teljesen egyedi, az összes többi jelszótól teljesen egyedi, mert ezt ő legenerálja nekem, eltárolja nekem, ezt csak én látom, és ennek az ehhez a szolgáltatáshoz hozzáférésnek a jelszavát tudom csak fejből. Tehát, hogyha én. És ez nem törhető fel? Bármi feltörhető, de ez azért egy sokkal biztonságosabb megoldás, mint hogyha mindenhol a kedvenc kiskutyámnak a nevét írom be jelszónak. Ez ahogy jelszószép, jelszómenedzser. Egy újabb kifejezés, igen. Amit leírom. Vannak olyan böngészők, amik ezt a szolgáltatást egyébként nyújtják nekünk, akár telefonunkon, akár PC-n. Vannak olyan ökoszisztémák, olyan nagy gyártók, akik ezt kész megoldásként nyújtják nekünk, generálják a jelszavat nekünk, és iszonyatos hosszú jelszavakat és egyedi jelszavakat generálnak, és így gyakorlatilag ennek az írmagját ki is vehetjük az egészből, mert hogyha például nekem feltörik egy himi-humi oldalon a hozzáférésemet, megszerzik a jelszavamat, és hiába követték el azt a hibát, hogy ezt megtehették, ugyanaz a jelszó egy másik helyen már nem lesz jó, akárhányszor megpróbálják, mert egy tök generált, random generált jelszavam van. Egy ilyen iszonyatos hosszú, tökéletesen visszakövethetetlen, tehát semmilyen ilyen visszakövethetetlen nincsen. Hogyha nincsen lehetőségünk arra, hogy jelszószéfet használjunk, vagy jelszómenedzsert használjunk, azért erre is vannak szofisztikáltabb megoldások, akkor használjunk nagyon hosszú jelszavakat, és minden oldalra valamilyen egyediséget azért tegyünk bele ebbe a jelszóba, amit még azért képesek vagyunk megjegyezni. Végig odaig azt a közösségi oldalt, de persze csak vagy az elejére, vagy a közepére, de hogyha magunknak csinálunk egy logikát, akkor már a feltörhetőség szempontjából ez már egy jó megoldás lehet, hogyha van egy iszonyatosan hosszú jelmondatunk, vagy jelszavunk, nem tudom én, a kedvenc versemnek az első két sora, vagy az első sora, ami egy nagyon-nagyon hosszú és egy viszonylag nehezen törhető jelszó, főleg, hogyha nem tudom én, az i betűket egyesre cseréljük, akkor még nehezebben törhető. Aha. Ugye exponenciálisan nő a jelszó feltörési idő a jelszónak az összetettségétől és a hosszától. Tehát hogy milyen típusú karaktereket használunk, szám, betű, speciális karakter, illetve milyen hosszú, 1, 5, 10, 20 karakteres jelszó, ez exponenciálisan nő a jelszó feltörési idő. Percekben, vagy órákban, vagy hónapokban mérhető? Nem hónapokban, évtizedekben. Tényleg? Persze. Tehát, hogyha egy 8 karakteres gyenge jelszót, azt másodpercek alatt fel lehet törni, egy 16 karakteres erős jelszót, meg egy közepes teljesítményű gép el van vele nagyon-nagyon sokáig. Tehát, akkor egy olyan nagyon jó. Tehát akkor jó hosszú jelszó, igen. Az már mindenképpen. Az már jó megoldás, és hogyha próbálunk vele valami egyediségét vinni, akkor az piros pont, ha ezzel nem akarunk bajlódni, jelszószép. És a gyakoriság, tehát milyen gyakran változtassunk jelszavakat? A jelszóváltoztatási gyakoriságnak nem feltétlenül van jelentősége az internetes fiókok esetében, ott inkább a céges környezetben szokták ezt jelszópolisztiként kikényszeríteni. Egyébként ezzel sok helyen azt érik el, hogy még egyszerűbb jelszavakat választanak az emberek, csak valamit mindig egy számot utána tesznek a végére. Igen, de egyébként ennek van jelentősége, egy megfelelően szofisztikált, összetett jelszót gyakran változtatva egy ilyen céges környezetben, hogy ez megfelelően van kikényszerítve, akkor ennek van jelentősége. Csak ne írjuk a monitor szélére föl a jelszavunkat, meg az összetettségre mindenképpen figyeljünk.
a telefonunk, vagy az asztali gépünk, vagy a hordozható laptopunk van nagyobb veszélyben, vagy igazából a kiberbűnözők számára egy kutya. Az az eszközünk van veszélyben, amit használunk. Aha, tehát teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Nagyon jó védelmi megoldások vannak egyébként, tehát a különböző eszközökön is már a kétfaktoros autentikáció elérhető, tehát a telefonodon nem tudom, arcfelismerés, új lenyomat felismerés, és csak a jelkód használatával tudod feloldani, ugyanez van a bankkártyás fizetésnél is, hogyha a telefonodat használod, ezeket be kell állítani. Tehát megfelelően, ezt úgy hívják, hogy hardenizing, tehát megfelelően erősre kell húzni ezeket a védelmi vonalakat a telefonunkon, a böngészőnkben, a számítógépünkön, hogy ne adjuk meg azt az esélyt a hackereknek, hogy a mi gépünket támadják meg, vagy a mi eszközeinket támadják meg. Ez kicsit hasonlóan működik a fizikai térben is, hogyha van egy társasház, és ott mindegyik házon van rács, vagy mindegyik lakáson van rács, de egyen nincs, akkor hova fog bemenni a betörő? Nagyobb eséllyel, ahol nincs rács, ahol könnyebb ellenállásba ütközik, hogyha én erős jelszót használok, hogyha én bekapcsolom ezeket a kétfaktoros autentikációkat a lehető legtöbb helyen, közösségi médiában is egyébként elérhető, e-mail szolgáltatóknál is elérhető ez a kétfaktoros autentikáció, akkor csökkenthetem a támadási felületet, és hogyha egy ilyen szolgáltatást igénybe veszek, és ezt elkezdik végig próbálgatni a jelszavakat, akkor látják, hogy én ebben tudatos voltam, lehet, hogy ott hagyják az egészet a francba, és azt mondják, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni, ez beállítgatta ezeket. Ugye mi a kétfaktoros autentikáció, erről még egy pár szót engedj meg, ugye autentikáció azonosítás, hogy eldöntse egy adott rendszer, hogy az én vagyok. Háromféle autentikációs módszer van, amit tudok, az például a jelszó, amit én beírok. Egyébként most már a jelszónak illene kikopni lassan a köztudatból, mert pontosan ezért nagyon gyakran, és nagyon könnyen vissza lehet egyébként ezzel élni. Csak fel mondjuk az arcfelismerő. Az arcfelismerés ugye az a biometria, amilyen én vagyok, ez a tulajdonság, illetve amit én birtoklok, ez a harmadik tulajdonság, a fizikai térben ugye például ez a lakáskulcsod, vagy pedig a telefonod is egy birtoklás alapú autentikáció is lehet, mert az a tejed a te kezedben van. Hogyha biometriával oldod fel, akkor az már rögtön egy kétfaktoros, egy birtoklás alapú és egy biometrikus azonosítást is ad. És ugye a kétfaktor abban rejlik, hogy ebből a háromból, tehát a birtoklás alapúból, a tudás alapúból, illetve a tulajdonság alapúból kettőt is megnézek, hogy tényleg az az ember áll-e mögötte. Tehát így ez már egy sokkal biztonságosabb módszer, mert már két fronton is leellenőriztem, hogy tényleg az az ember akar bejelentkezni, akinek ide jogosultsága van, meg aki erre jogosult, erre a rendszernek a látogatására vagy belépésre. Ezt tényleg ahol pénzügyi művelet van, ott mindenképpen érdemes beállítani. A bankoknál mondjuk például ez már kötelező, tehát a netbankodat nem tudod úgy használni, hogy nincsen kétfaktoros autentikáció. A lehető legtöbb helyen érdemes ezt bekapcsolni, de ahol nem kötelező az az e-mail fiókod, a közösségi média felületeid, de itt is van rá lehetőség. Igaz, rengeteg kérdésem van, csak sajnos lassan be kell fejeznünk a beszélgetést. Akkor lehet, kell csinálni egy második részt. Ezt azt hiszem, hogy mindenképpen majd valahogy valamilyen formán erre sort kerítünk. Még egy kérdés, igaz-e az a szólássá vált? Azt gondolom, hogy tény, hogy az internet nem felejt. Minden, amit fölteszünk, bármilyen formában adat, információ, egykori telefonszám, egy e-mailbe elrejtett személyes adat, ezek valahol a hackerek számára meglelhetők, fellelhetők? Nem csak a hackerek számára, bárki számára, tehát amit kiírtak egyszer korábban az interneten, az nagyon komoly eséllyel ott is marad. Nagyon nehéz leszedni valamit az internetről, mert vannak olyan eljárások, amik ezt tartóssá teszik, hogy ott vannak, vagy mi magunk hagyjuk egyébként ott, mert nem töröljük le, vagy vannak ilyen internetes előzménykeresők, amik folyamatosan pásztázzák az internetet, és az előzményeket begyűjtik, és ott nem tudom, a régi weboldalamat is egyébként meg lehet találni 10 évre visszamenőleg, és ezek az adatok, e-mail címek, telefonszámok bizony ott vannak. Tehát amit kiírunk az internetre, nem mondom, hogy mindig, de azért elég nagy eséllyel azért az ott marad. Tehát óvatosan. Óvatosan minden. Kell az adatainkat. Meg ezért mondtam, hogy a hackerek honnan tudják az adatainkat, hát tőlünk. Utolsó kérdés, kiberpajzs program. Erről beszélünk még mindenképpen. Ugye az edukációt és az információ átadást a beszélgetés elején is mondtad, hogy ez egy nagyon fontos küldetésetek. A kiberpajzs program hogyan és miként tudja edukálni a társadalmat? A kiberpajzs programot Magyar Bankszövetség, Nemzeti Bank, ORFK, többek között ORFK hozta létre, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is alapító tag a kiberpajzs együttműködésben, és pontosan az a célja, hogy a pénzügyi tekintetben egy erős tudatosságot adjon át az ügyfeleknek, támasza legyen ennek a kiberhigiénés képességnek a kiépítésében, és nagyon sok kampányt csinál ez a kiberpajzs program annak érdekében, hogy ezeket az információkat eljutassuk. Van nekik egyébként egy nagyon jó weboldaluk, ahol gyakorlatilag az összes
csalástípust, SMS-es, telefonos, e-mailes csalástípust megpróbáltuk összegyűjteni. Itt elég sok szakember próbálta összedobni a közös tudását, annak érdekében, hogy az emberek minél szélesebb tájékoztatást tudjanak ezekből a témából kapni. Vannak különböző arcai ennek a kiberpajzs együttműködésnek, akik nem lesznek csalás áldozatai, mert odafigyelnek arra, hogy mit kell csinálni. Tehát ez marketing szempontból is elég jó ki van találva, és egyébként próbálunk folyamatosan látszani is ezzel a kiberpajzzal, szakértőkkel ide-oda-amoda elmenni, előadást tartani, edukálni. Tehát az a célunk, hogy a pénzügyi területen, meg hát igazából általánosan is, de leginkább ugye a pénzügyi területen ezt a tudatosságot, ezt az alap kiberhigiénés képességet az emberekbe megteremtsük. És ez nem csak ezen a szinten, hanem szakértői szinten is egyébként működik. Tehát ez a látható réteg, amit elmondtam, de szakértői szinten az emberek technikai információkat is csereberélnek egymással, pontosan azért, hogy a tapasztalókat egymással megosszák, a mi ügyfeleinket így próbálták átverni, a csirtesek ezt látták, és akkor így szakmai szinten is ez a diskurzus, ez a kicsit a színfalak mögött, de mégis nagyon hasznos munkát végezve zajlik. Mikor kell elkezdeni ezt a fajta edukációt? Mind, bármikor. Tehát a kis gyerekeknél is már. Meg a nagymamánál is még nem késő elkezdeni. Tehát aki használja az internetet, annak az edukációt el kell kezdeni, kötelező, csinálni kell, tudatossá kell válni, mert különben a végső soron a pénzünket fogják elvenni. Hát mondanám, hogy szép végszó volt, de tulajdonképpen szép végszó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, rendkívül hasznos volt, és szabadon foglak, mert elképzelhető, hogy még visszahívunk, egy picit más megközelítésből beszéljünk a témáról, mert tényleg nagyon-nagyon hasznos. Én nagyon sok mindent tanultam. Bízom benne. Sok mindent felírt a Gergő. Igen. Hát csak kulcsszavakat, de én azt hiszem, hogy még egyszer vissza fogom majd hallgatni a beszélgetést, mert rendkívül sok információ hangzott el, és hogyha ti is úgy érzitek, hogy hasznos volt, de esetleg lemaradtatok a beszélgetés elejéről, akkor tekerjetek vissza. És hogyha ezen a felületen vagytok, ami biztonságosnak mondható, bízom benne, akkor nyugodtan a korábbi beszélgetéseinket is visszahallgathatjátok. Találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen még egyszer. Sziasztok! Viszontlátásra, sziasztok!